Totya, mikor lőttél utoljára győztes gólt? Diósgyőrbe. Tavaly előtt talán? Akkor is nyertünk 2-1-re. Akkor jobban bezúztam. Ez egy nagyon fontos gól volt most. Minden gól fontos. A Norbi is fontos volt, hogy visszajöttünk a meccsbe. Hát most külön öröm, hogy ezzel nyertünk, de én azt gondolom, hogy minden gól, amit tudunk szerezni, az nagyon fontos a csapat számára. Elmondanád, mi történt ott a gól előtt, mert egyszerűen nem lehetett semmit látni belőle. 8 játékos volt az 5-es felesen belül. Hát igazából megmondom őszintén, hogy nagyon nem emlékszem. Először után én fejeltem rá a labdát, akkor az kipattant a Stevanovicsról, akkor fölpörgött, akkor nem valaki kitúrta, nem tudom. Ott átcsorogtam miatt, hát mondom, akkor befejelem. Vártuk, hogy fújjon a bíró, mert ott olyan kézgyanús volt, de nem fújt. Hát mondom, azért befejelem biztosan, hogy biztos. Szerencsére meg is adta. Egy játékostól és egy edzőtől is kérdeztem, hogy mi volt a sikertitka. Te, mint csapatkapitány, mit mondasz? Csapatmunka. Én azt gondolom, hogy ez a csapat nagyon-nagyon keményen dolgozott. Kisegítettük egymást. Jól is játszottunk, úgyhogy abszolút azt tudom mondani, hogy ez nem egyéni, hanem abszolút csapatmunka volt. És én azt gondolom, hogy ez jellemzi a Vasast idén, úgyhogy és ezen az úton is szeretnénk tovább menni. Néhány mérkőzéssel ezelőtt kiállítottak téged rögtön a meccs elején. Akkor nagyon el voltál keseredve, azt mondtad, hogy abba hagyod a labdarúgást. Az egyik szurkoló vigasztalt téged, hogy ne tedd ezt. Ma gólt lőttél, utána fölhívott engem a szurkoló, és megkért, hogy szóljak neked, hogy ugye megéri játszani. Nagyon jól estek a szavai, amikor megvigasztalt, és hát igazából nyilván tehát ott az első felindultságban mondja ezt az ember. Nyilván megfordult a fejemben, nem indult jól az a meccs. Hát vannak jobb napok szerencsére, úgyhogy ez mindig plusz erőt ad, külön öröm a gól, de ha nem az én gólommal nyerünk, hanem bárki más góljával, de nyerünk, nekem az legalább akkora öröm. Hajrá, Vasas!